Ezen a szénatéri mérőállomáson vizsgálják nap mint nap 24 órán át a levegő minőségét a szakemberek. A szállópor légköri koncentrációja 3 napon keresztül átlépte a 75-ös mikrogram per köbméter értéket. Ez az adat az őszi időjárásban feldúsult szennyező anyagoknak köszönhető. Most hazánk felett egy anticiklon uralkodik, szélcsendes időjárás van, ahogy az éjszakai órákban, vagy ahogy a nap lemegy, egy erős lehűlés következik be, ezáltal az elkeveredési réteg, az inverziós réteg nagyon alacsonyan van. Délutántól beindul a lakossági fűtés is, és a megnövekedő szennyezőanyag kibocsátás miatti szennyezőanyag mennyiség nem tud megfelelően elkeveredni a légrétegekbe, ezért feldúsul. A szennyezettség a késő esti, éjszakai és kora reggeli órákban jelentősebb. A felmelegedés hatására napközben javul a helyzet, a kora esti csúcsforgalom azonban megint negatív hatással van a levegő minőségére. Komoly egészségügyi veszélyei nincsenek, de a szakember azt javasolja, ne az esti órákban szellőztessenek, és kerüljék a szabadban végzett fizikai munkát. Az, ahogy tudjuk csökkenteni, elsősorban a tömegközlekedést használjuk, gyalogosan kerékpárral közlekedünk, főleg a dízel üzemi autóknak a használatát mellőzzük, illetve ha többfajta tüzelési módunk van, akkor a gáztüzelést részesítjük előnybe, tartózkodunk a zavar, kerti hulladékok égetésétől, ezekben az időszakokban, ahol természetesen amennyiben engedi az önkormányzati rendelet. Az előrejelzések szerint a jelentős javulás mégiscsak szombattól várható, amikor egy ciklon érkezése csapadékos időt hoz magával, ami teljesen megtisztítja a levegőt.